Az idei tanévet egy szakmai nappal kezdték meg a térség testnevelő tanárai, ahol a fókusz a sprint futáson és a gyorsaságfejlesztésen volt. Úgy szeretnénk indítani a tanévet, hogy egyrészt a tanév változásairól képben legyenek a testnevelők, másrészt a diák sporttal kapcsolatos fejleményekről is tájékozódjanak, valamint mindig egy szakmai feltöltődés is benne van. Szeretnénk a gyerekeket szeptemberben úgy fogadni, hogy nem csak a megszokott és a jól bevált módszere, elképzelések vannak, hanem mindig próbálunk új inspirációt nyerni, úgyhogy mai napon is sikerült egy ilyen atlétika alapú, egy hát mondhatjuk, hogy sztáredző, világszinten sztáredzőnek a közreműködésével nagyon komoly szakmai programot véghez vinni. Alapjában vévettesen tanárokra építjük szervezésben a Tolnamegyei Diák Sport Tanács és a Tolnamegyei Testnevelő Tanárok Egyesülete közösen végzi ezt most már évről évre. Földesi Gyula érdeme ebben elvitathatatlan. A helyszínt évről évre egy zombai pincészet biztosítja a testnevelő tanárok évkezdő szakmai fórumához. Tavaly évben szeptemberben én elvállaltam a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatói feladatkörét, és így ismerkedhettem meg Lorenz Igrévvel, aki most már december óta dolgozik a magyar atlétákkal. Egész világban nagyon komoly nyomot hagyott ő neki a tevékenysége, és személyesen is nagyon jó barátságba kerültünk azzal együtt, hogy egy volt tanítványunk, Barta Dávid, a most szánt segédje neki, és nap mint nap együtt dolgoznak. Tehát így adódott, hogy tulajdonképpen Tolnamegyei testnevelők találkoztak vele először így ebben a formában. Én azt gondolom, hogy a sprint futás és a gyorsaságfejlesztésben azt az iskolát tudta bemutatni, amilyen semmilyen könyvben nincs leírva, nem oktatási anyag, hanem gyakorlatilag a 90-es évek elején ezt néhány tudós ember fejlesztette, dolgozta ki. Tehát én úgy gondolom, hogy a legmélyebb tudáshoz jutottunk hozzá. Tanév közben is szerveznek szakmai napot fél év tájékán, valamint év végén, amikor egy pincehelyi szőlőbirtokon zárják a tanévet. Bár az információ áramlás korát éljük ugye az internet szélességével, de a személyes megbeszélések és a személyes találkozások mégiscsak hordoznak valami olyan újat és olyan töbletet, amit szerintem pótolni nem lehet, hát mi igyekezzük ezen a fórumon ezt is behozni. Örömmel állapítjuk meg minden évben, hogy bár semmi kötelezettség nincsen, valójában az iskolák testnevelőik révén mind képviseltetik magukat, tehát több mint 70 fővel vagyunk jelen. A megjelent testnevelő tanárok száma is mutatja, hogy ők maguk is fontosnak tartják ezeket a fórumokat, amelyek alkalmával sok új hasznos információval gazdagodnak. Amióta én a pályámon vagyok, minden évben összejönnek a testnevelők szeptember előtt, még az évkezdés előtt. Ilyenkor megbeszéljük az évi teendőket, a versenyrendszerről beszélünk, diákolimpiákról beszélünk, és mindig van egy tartalmas továbbképzési része is. Most a sprint futásról hallottunk egy nagyon tartalmas továbbképzést, láttunk is és hallottunk, és egy nagyon nagy tudású amerikai szakembertől hallottuk azokat a dolgokat, amiktől remélhetőleg Magyarországon is sokkal több jó sprinter lesz. Ez azért fontos nekem, mert én is atlétaedző vagyok, úgyhogy én szívesen hallok mindenféle újdonságot. A megszerzett információkat a diákok technikájának fejlesztésére használják majd fel a pedagógusok.